Az erdők megkötik a talajt, védenek a széltől, tisztítják a levegőt, növelik a biodiverzitást, és helyes kezeléssel még folyamatos gazdasági hasznot is biztosítanak. Azonban a vajdasági síkságon végig tekintve a szántóföldeket ritkán vágják át lombkoronák. Vojvodina je prirodno stanište hrastovi šuma, znači hrastovi, topola i različite medonosne vrste, tako da u tom smislu rasnička proizvodnja se unapređuje u stvari i u toj funkciji. Dakle, ono multifunkcionalno, ne samo proizvodnja drveta, ne samo vezivanje ugljenika, nego da razvijemo i pčelarsku proizvodnju, odnosno da razvijemo da bude što više pčelinje paše, pošto poznato je da praktično meda ne možemo da proizvedemo koliko može da se izveze i da se proda. A Vajdaság Erdői Közvállalat az általa kezelt terület 2%-án végez fakitermelést. Most 1960 hektáron lesz erdősítés, amiből 260 hektár tisztás. Erre a tartományi költségvetésből 38 millió dinár támogatást kaptak. Ez egy fontos támogatás, hogy a még eddig üresen található területeket, nem benőtt területeket befásítsuk. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy túl sok üresen maradt terület nincs, tehát az a 130 ezer hektárhoz képest pár száz hektár, ami még üresen található. A tartományi mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási titkárság idén hektáronként 30%-kal növelte az erdősítésre igényelhető támogatási pályázatok összegét. Danas imamo priliku da dodelimo 6 ugovora. U pitanju je ukupan iznos 50 miliona dinara sredstava za pošumljavanje iz budžetskog fonda za šume. Opredeljeno je 43 miliona dinara, znači nisu iskorišćeni svih 50 miliona dinara sredstava. Većinu sredstava dodeljene su Vojvodina šumama. Vajdaságban 14 olyan község van, ahol az erdőterületek mértéke 1% alatt van. Egy korábbi felmérés alapján ahhoz, hogy a tartományban az erdős területek aránya 7-ről 14-re emelkedjen, 150 ezer hektárt kéne erdősíteni 100 millió faültetvénnyel.